A srácok újra itt vannak, ők már készen állnak, vagy ülnek. Te készen állsz az intróra? Hát jó! Indul az őrültek! Magyarország legforróbb techbulvármű műsora. Tálas Péter csongorral és Mátégerivel. Adásunk fő támogatója a PC Trade Systems a jövő technológiáig! Sziasztok, drága örültek hallgatók! Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ismételten a harmadik évad egy újabb részében. Hello, Geri! Hello! Volt egy munkacím ennek az epizódnak, amit hát most nem tudom, hogy akarunk elárulni egyébként, <laughs> vagy hogy Mennyire, mennyire legyen ez publikus? De szerintem maximálisan lehet publikus. Az volt a munkacíme a mai epizódnak, hogy filléres fiszfaszok. Ezt próbáltuk ilyen egyszerűen megfogalmazni, mert hogy biztos vagyok benne, hogy köztetek is nagyon sokan vannak, akik bújják az ebay a Vist, vagy az aliexpress vagy a nem tudom, mi hány ilyen rendelős oldal van még, ahol fillérekért lehet tényleg mindenféle kis műtűrt, meg apró cuccot megvásárolni. És egyébként én is ilyen óriási, én egyébként AliExpress és Wish fanatikus vagyok, és én is nagyon sok mindent rendeltem már, olyan dolgokat is, amelyek kapcsolódnak a a tech világhoz, úgyhogy ezekből én most hoztam is három dolgot. Gerit pedig arra kértem meg, hogy állítson össze egy olyan vis listet, egy olyan listát, amiben a tételek maximum ára tételenként 5 dollár, és akkor lássuk, hogy esetleg van-e egyezés, vagy 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 hogy egyáltalán te mikre vágynál az olcsó kis cuccok közül? Hát egyes egyezés az nincsen, hiszen ugye az ja, azt, volt a... Azt meg, meg is beszéltük, hogy, hogy igen, ne igen, igen, ugyanaz. Hogy ne jó, szerintem akkor kezdjük el ezekkel a kis apróságokkal, amiket hoztam. Én arra kértelek, hogy te tippeld meg, Geri nem tudja, hogy mennyibe kerültek ezek a dolgok, tippeld meg, hogy hogy lehet sorrendben, úgyhogy először akkor megmutatom őket abban a sorrendben, ahogy te mondtad. Persze a vágóképeken majd látjátok, hogy pontosan ez micsoda, és akkor utána megnézzük, hogy te mit dobálnál a kosárba. És persze várjuk a kommenteket, hogy szerintetek mik azok az apró kis cuccok, amik így a techvilághoz kapcsolódva mindenképpen megérik, és ilyen instant get gombot nyomogatnánk folyamatosan. Kezdjük akkor egy ilyen pici lencsével ö, nem mutogatom most itt külön nektek, a vágóképeken úgy is fogjátok látni, ö, aki pedig nem néz minket, hanem csak hallgat minket, azoknak elmondanám, hogy ö, ugye nagyon sokszor lehet látni azt a. a nyilván az ilyen kis pici index képek állandóan becsapósak, és ö, egy csomószor olyan, mint hogy egy ilyen óriás teleszkópot raknának oda a telefonhoz, és azt mondhatják, hogy te a holdat is 6000 szeres nagyításban fogod látni. Nyilván nem. Ö, ez nem is az a verzió egyébként, ez egy olyan lencse, Tartó, ami egy csípesz, ugye ezt rá tudod rakni a telefonodra, és háromfajta lencsét tudsz előidézni, egyébként ö, ebből kettő így össze is kapcsolható. én most csak ezt hoztam el, és én most jöttem rá, amikor ide a stúdióba, hogy a halszem optikát azt én otthon felejtettem, ez egyébként szerintem egyáltalán nem baj, ö, ugyanis szerintem az így nagyjából kuka, tehát hogy ö, kettő ilyet rendeltem már egyébként, a, a halszem az úgy néz ki árakod, a látómeződből a 80 az fekete, és középen van egy homályos, furcsa halszemkép. Hát ö, ennyi pénzért ennyit el lehet várni tőle, hogy hogy ö, 67 os an tudja teljesíteni a hát viszont, a termék. Igen, viszont van egy másik, ö, most itt ugye kettő lencse van összekapcsolva, ez egy ö, picit nagyobb látószög, de nem takar ki semmit a képből, de, de abszolút szélesebb látószög, mint mondjuk az én iPhone 6 esemé, és ezt a pici lencsét szét lehet csavarni még kettőbe, és a még kisebb, az pedig egy makrolencse, ami nem is lenne rossz, viszont annyira nagyon közelről tud csak éles képet adni, hogy ezzel nagyjából az új perceidben lévő kis koszokat tudod megnézni. Tehát mondjuk egy ilyen mit tenni, szép virágról makrofotót nem fogsz tudni csinálni vele, mert, mert nem alkalmas rá. Aha. Ö, jó, szerintem majd a végén egybe tippel járakat, jó? Jó, szóval szóval oké. Okay, okay. a... Tehát ez az első tételünk, egy ilyen kis telefonra szerelhető ö, lencse, nem tudom, hogy ezt hogyan akarod, van-e valami fantázia név, amivel illetnéd őt? Hát így, hogy ö, tele telefon lencse. Telefon, kamera lencse, Kompad, pontosabban. kifejezés. Igen. Na, jó, okay. Akár, akár mondjuk német piacon el tudnám képzelni ezt a fordítást. <laughs> Vicces lenne. Ja, az eléggé. Sajnos nem tudok annyira német, hogy ezt Én egyáltalán nem tudok. De lehet, hogy úgy tűnne, mintha a háború és békét kezdeném el felolvasni. Hát lehet, lehet. <laughs> Na jó, a következő tételünk már itt van a kezemben ennek nem kell kitalálnunk fantázia nevet, mert van neki sajátja. Őt úgy hívják, hogy Fidget Cube. Biztos, hogy nagyon sokan láttátok már. Magyarul szerintem talán a legtalálóbb név az a stressz kocka. Mondjuk. Tud lenni. Ezen mindenféle ilyen, most hangban is próbálom prezentálni, hogy mindenféle ilyen kapcsolók, tekerentjük, gombok, hogy mondják ezt, micsoda ez? Hát nem tudom, valami ilyen... Mint a, mint a, régi lakatoknál a számzárnak Igen, a tekerentjé. Szóval minden van rajta, amivel lehet babrálni valamit. Ez, ez nem tökéletes azoknak, akik így, így szeretnek tollal matatni, meg nem tudnak mit csinálni a kezükkel munka közben, vagy ilyesmi, és, és hát én, én őt imádom. Tessék, odaadom, próbált ki. Kösz, szerintem, Kipróbáltam már. szerintem zseniális, és, és én ezt nagyon sokszor így azt veszem észre, hogy jó, tedd már le, hagyd már abba, mert ah. nagyon nehéz. Ő akkor a, a kettestételünk. A harmadik pedig, és Geri szerint ő a legdrágább. Ez egyébként egy ilyen nagyon fancy tokban érkezik. Ez kérlek szépen egy fülhallgató, nem is akármilyen fülhallgató. Egyrészt adnak hozzá, hál' Istennek, plusz ilyen kis agybadugós szilikon betéteket, függően attól, hogy mekkora a te füled, adnak hozzá kettő darab ilyen, ilyen fülformájuk is valamit, amivel te el tudod vezetni a kábelt a füled mögött, mert hogy ennek a fülesnek a kialakítása olyan, és most akkor így megszabadulok ettől a fejhallgatótól, pont olyan a kialakítása, mint mondjuk a a, a zenekaroknál az ilyen fülmonitornak a kialakítása. Én speciál rádiós kitelepülésekhez szereztem ezt be, de egyébként most uh, itt uh, villámgyorsan, akkor be is csatlakoztatom ide a keverőbe, hogy, hogy uh, podcast-et még úgyse próbáltam vele fölvenni. Ö, jaj, de, jaj, de furcsa. Szóval igen, ö, ilyen nagyon furcsán néz ki, bár szerintem ö, praktikus tud lenni az a része, hogy a kábel az így egészen a füled mögött tud lejönni. Ezt nyilván össze tudod csíptetni, ezt a pólód mögött akár el tudod vezetni. Tehát, hogyha olyan szituációban kell neked fülhallgatót viselned, amikor így rászkódsz, vagy nem te edzeni mész, vagy ilyesmi, akkor, akkor ez tök praktikus. Lehet, hogy, hogy sokkal kevésbé esik ki a füledből. Nem mondom, hogy most ezt próbált ki, majd lefertőtlenítjük. Majd, majd egyszer. De el, majd ja, egyszer. és van rajta ö, jó füles módjára kis headset rész, tehát akár így telefonálni is tudsz. És még itt külön, nem csak van egy gomba, amivel nyilván föltudva lehet hanem külön a hangerőt is tudod egy ilyen csúszkával szabályozni, úgyhogy abszolút komplex történet. Ö, és Geri így rakta ugye sorba, hogy akkor ö, ez valószínűleg a legdrágább. Na most. Ja. Majd itt... Már van egy olyan érzés, hogy lehet, hogy nem az a legdrágább, de majd kiderül utána. <laughs> Jó. Van itt akkor ez a három tételünk. A vágóképeket mutattuk végig. Mondom, hogy mi a legolcsóbb, nem fogod elhinni. Te azt mondtad, hogy a Lencser, de képzeld el, hogy a Fidget Cube volt a legolcsóbb tétel ezek közül. Mostani árakat is néztem. Lehet, hogy annó nem ennyiért vettem, de most egy ugyanilyen Fidget Cube-hoz már 1,99 dollárért hozzá lehet jutni az, az AliExpress-en. Az azt kemény, azt néztem. az kemény. Többet tippeltél volna? Nem, nem sokkal. Nem sokkal, jó. Egy picivel talán. Oké, okay. ő volt akkor a legolcsóbb tétel. A második tételünk egyébként a lencse, tehát a füles a legdrágább tényleg. Na most, hogyha egy ilyen fidget cube az 1,99 dollár, akkor mit mondasz? A lencse az mennyibe kerül? És ugye ez van egy csipesz, a három lencse, meg egy ilyen kis szütyő, egy tok hozzá. Hát háromnál biztos, hogy nem több. Én azt mondom mondjuk, hogy 250. Ö, picivel lőttél fölé, 228. 228. 228 a kis lencse. Mármint és egy a füles. dollár. Így van, így van, dollárban mondjuk. A füles. van ö... lesz el? én ö, max olyan három és fél négy közé tenném három és 241. Azt a mindenit. <laughs> és az a durva, hogy én azt, azt vártam, tő, most 2 dollár 41 centet elkölteni, úgy gondolom, hogy, hogy ezt én még megengedhetem magamnak, akkor is, ha nem jó, legrosszabb esetben is megpróbálom visszaküldeni, ami azért sokszor necses ilyen helyzetben, de én azt mondom, hogy ahhoz képest, hogy mennyibe kerül, nagyon tisztességesen teszi a dolgát, nyilván nem úgy szól, mint egy prémium fejhallgató vagy fülhallgató, tehát ez, 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 teljesen egyértelmű, de az árához képest viszont meglepően jó. Aha. Tehát szerintem sokkal jobban szól, mint egy, mint, egy, mint, amennyibe kerül. Tehát, hogy árérték arányba, akkor nagyon megéri, azt mondod. Kiváló választás volt. Én ezt mind a hármat aktívan használom egyébként, és, és nagyon szeretem őket. Csúcs. Jöjjön akkor a te listád. Na. Mesélj, hogy te miket szereznél be, és mondjuk a következő hát, adásban mik azok, <laughs> a nekem ez borzasztó nehéz kihívás volt, hiszen én ö, ezeket az oldalakat nem szoktam használni, még soha nem vásároltam se az AliExpress, AliExpressről, sem az eBay-ről, sem máshonnan. Nem mondod, te még nem, is, nem volt ilyen, hogy ilyen olcsó cuccokat nem. rendelj? Totál nem. Totál és, nem. és így nem még benned a vágy, hogy de király, hát ennyi pénzére nem hülyének is megéri. Nem annyira, nekem. nem annyira. mert ö, mert ö, én nagyon parázok attól, hogy nem jut el, hibásan érkezik meg a, 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 az, amit rendeltem, stb. És inkább ezt a stresszt, ezt ö, sokkal inkább szeretném megspórolni, mint a pénzt, amit azzal spórolok meg, hogy olcsóbb terméket keresek valami olyanra, amit meg szeretnék oldani. Zárójelbe be kell csak hozzá hogy nálam is volt már olyan, hogy nem jött meg, sérülve jött meg, nem az jött meg, stb. 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 Eddig lekopogom, egyetlen egy alkalommal volt olyan, hogy nem jutottam a pénzemhez, akkor azt hiszem 600 kemény forintot elbuktam. Az komoly. Egyébként az összes többi esetben vagy küldtek egy másikat, ami jó volt, és akkor volt kettő, abban az egyik talán még esetleg javítható is, ezt nem tudom, e, vagy nem emlékszem, vagy visszaküldték a pénzt, szóval eddig azon az egyen kívül, és már nagyon nagy, tehát nyilván nem ezt három dolgot rendeltem eddig csak, hanem nagyon sok mindent, eddig nekem ilyen tök pozitív tapasztalatom volt, mind a Aliexpress téren, és a Visen is hasonló, tehát ott is volt, mert nem jött meg, főleg most a pandémia helyzet alatt volt jó néhány dolog, ami nem érkezett meg, kérdés nélkül visszautalták az árát. Meg van olyan is, hogy van akinek mondjuk így január óta kering valahol a de, igen. rendelése. Igen, igen. Sőt, egyébként szerintem nagyjából tízezer emberből egyszer jár így az ember. Én nekem most sikerült kifognom, hogy megrendeltem egy hátizsákot, de aztán lett másik hátizsákom, és azt mondtam, hogy mégse kérem. Visszautalták a pénzt, aztán megjött a hátizsák. <laughs> és nem tudom, hogy ez hogy lehetséges. Annyira nem reklámozom, hogy, hogy ez honnan volt meg minden. Ezt majd lehet kivágom. Engedjük el. <laughs> Na, én, ö, szóval nekem nagyon nehéz ö, volt bármit is kiválasztani. Hogy indultál neki a keresés? Hogy indultam neki? Hát a legfontosabb az volt, hogy az ilyen lényeges kategóriákat kiválasszam, ami hát az AliExpress-nek a user experience-ét tekintve annyira nem könnyű, mert ugrál össze-vissza, <laughs> mint az állat, úgyhogy ö, eléggé hosszadalmas folyamat, viszont ö, Gépen? Vagy mobilon? Vagy hogy? Gépen, ha? Aha, gépen. Aha, aha, és és így megnézegettem először azokat a dolgokat, amikre így nem számítottam, hogy találni fogok 5 dollár alatt tételt. És ez többnyire be is jött, tehát ilyen, hogy kontroller, hogy azt hittem, hogy találni fogok például PSS-hez kontrollert 5, 5 dollár, dollár alatt. alatt. Aha. Mert így az, annak lenne hírértéke szerintem, hogy 5 dolláros PS controller, vagy Xbox. Az egy mindegy. kicsit naiv elképzelés. Vagy Igen, meg euh, néztem SSD-t, hogy hátha találok 5 dollár alatt. De, De ez borodsz, semmi, kompia. semmi ilyesmi. Aha. Ja, mondjuk ezen nem lepődök meg, hogy nincs. Ö, nincsen. Én se, én se lepődtem meg, azért néztem meg, mert an, az már durva lett volna, hogyha ilyeneket találok ebben a, 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 a ez alatt, a, az ár alatt. Hozzá kell tegyem, ha ilyeneket találtál volna, akkor nem most találtad volna, mert én már rég szóltam volna, hogy innen kell. Ja, lehet, <laughs> igen, igen, igen. Na mindegy, igen. Ja. És ö, hát akkor egy kicsit unalmasabb vizekre elvesztem, és ö, találtam először egy hát ilyen okos karkötő tulajdonképpen, ez az M3 Plus Smart Bracelet, ami 5 dollárba kerül kereken. Kereken 5 dollár. Kereken 5 csi. dollár. Ezt ki is akkor az első ezt, ezt, ezt kimaxoltam, igen. Majd a fotót mutatjuk róla. Egyébként most látom, hogy 3 dollár 26 ért szállítják ki, vagy az... Hát most a szállítást azt én sem számoltam hozzá, de a legtöbb egyébként szerintem ennél a háromnál pont nem volt szállítási költség. Ugye a nagyon-nagyon gyakori az, hogy free shipping. Aztán ah. Majd Úgyhogy szerintem itt pont nem. Bár egyébként hozzá kell tegyem, miután én már rutinos AliExpress használó vagyok, ezért, hogyha meglátom, hogy a, a shipping helyén bármi más van, mint az, hogy free shipping, akkor kuka. Aha. Az abban a pillanatban keresek másikat. Aha. Én ne, na én erre nem figyeltem, viszont ez, ez a termék, ez 5 dollárba kerül, plusz kiszállítási költség, ami szintén nem egy borzasztóan sok összeg, és meglepően jó értékelések jöttek rá, 4,5 Pontnál tart jelenleg 2464 visszajelzés alapján, úgyhogy 8015-en rendelték meg ezt a csodás kis készüléket. Az ígéret szerint a Bluetooth-tól kezdve minden van rajta, tehát tudsz például kalóriát számlálni, a szívverésedet meg tudja nézni, mármint egy pulzust, vérnyomást, elméletileg olyan értesítéseket is kapsz, hogy WhatsApp például, vagy Facebook lépésszámlálás és egyéb dolgok vannak. Ez az, amit találtam. Ezután, amikor kerestem a PS kontrollert, meg az ilyeneket, akkor egy nagyon furcsa kis kiegészítőre bukkantam, az ez, a baj, hogy ismerem ezt a vigyort az arcodon, csak ez nem szokott jót jelenteni. Ez, ez, ez egy. Félem ez tőlem. egy ilyen új kesztyű. Micsoda? Nem, nem tudom máshogy mondani. Ez arra van, és, hogy. Verja, ennek mi közel a Hogy Hogyha játszol, akkor fölszívja az izzadságot, és szárazon tartsa a kezed. Ne szórakozzál ja. velem! Ez arra van kitalálva szellőző. nano... <laughs> szövetből állították össze. és Már ezt is fel kell dolgoznom, tehát hogyha te annyira kemény játékos vagy, hogy a, az új mozgatástól megizzadna az újad. Az izgalomta, az adrenalin. <laughs> Oké. Okay. Értem. És ö, ez... Mennyibe kerül? Hát nem tudom tippelni. Nincs, nincs egy dollár, én. Azt ez mondom. nincs egy dollár. Ez Jó, okay. Már csak hogy látva, hogy mi ez, én azt mondanám, hogy 0,3 dollár. Majdnem, mert az a rendes ára most akciós éppen. <laughs> ez akkor még akció is van rá. Na, ah, még akció is van rá, most 0,23 dollár. Remélem, Alicia, és egy. 80 darabot. <gül> <gül> jó, <mert gül> <én> ezt, <laughs> ezt minden újra, újra és tennék egyet, és, és naponta cserélni. És 23-an 23 megrendelték, tehát hogy... <laughs> csak 23-an rendeltek eddig? Ed eddig 23-an rendeltek csak, de jó lehet, hogy csak ezt a, ezt a meghirdetett terméket, lehet, hogy ugyanilyet rendeltek sokkal többen már itt. <laughs> okay. És úgy van, reklámozva, hogy Gaming uh, Fingersleeve Mobile Screen Game Controller Sweatproof glo uh, Gloves for PUBG Kod és egyéb kereső szavak, amik mind azért vannak beleírva, hogy megtalált. Azt hittem, azt mondod, hogy egyébként más játékhoz viszont sajnos nem lesznek jók, mert nem tudom, kidob a játék, ha fölveszed. Nem tudom, lehet, hogy bagokat idéz okay. idézelő, vagy valami. Oké, okay. és akkor mi a harmadik terméke? A harmadik az... Ö... És hogy találtál rá? A harmadikra úgy találtam rá, hogy már egy picit kezdtem kifolyni az ötletekből, meg frusztrált az, hogy semmilyen nagyon rendkívülire nem találtam, mint például az, hogy 2 dollár 90 centért mondjuk egy egy ö, 64 gigás SSD, vagy valami ilyesmi, tehát, Ez... hogy, hogy egy kicsit frusztrált voltam, és akkor így nézegettem, hogy vajon hangszóró fronton mit tud az AliExpress, és van oh. bluetooth hangszóró, uh -huh. 4 dollár 41 centért, biztos, hogy nagyon szuper működik, senki nem rendelte még meg, és, se, ö, semmilyen... és legalább jól néz ki? Hát nem. Nagyon gányol néz ki. Igen, mutatjuk a nekem, képet hozzá. Én nekem ez a design kifejezetten nem tetszik, viszont hogyha az lenne a cél, hogy valami szóljon, és ö, kellene egy ilyen, mondjuk egy délutánra, mert nem hiszem, hogy több ideig kibírja, akkor, <laughs> akkor, ö, akkor, akkor jöhet. El, ilyen, sok, ilyen sok bizalmat az neki, hogy egy délután bír ki? Hát ö, mivel kettő most kiavítom magam, két rendelés van rajta, és eddig nulla ö, visszajelzés, ah, hogy milyen volt a termék, ezért nem vagyok benne túl biztos, hogy hogy ez, hogy ez egy igazán komoly eszköz lenne. Egyébként van rajta 30. Ö, nem 90 napos ö, visszavásárlási garancia, uh -huh. és ö, 30 kötél 50 nap alatt szállítják ki, tehát hogyha karácsonyra valaki ezt szeretné ajándékozni, azt szeretnének, most. akkor még most adja le a rendelést, hogy időben megérkezzen. Igen, egyébként ez most az az időszak, hogyha valaki karácsonyra szeretne rendelős oldalról valamit, akkor az, az így nagyjából most kell elkezdeni megkeresni és megrendelni. Bár ezt nem tudatosan terveztük ezt az epizódot ilyenkorra, de egyébként ez egy jó szempont lehet, hogy nekem is, aki én ugye rendelgetek folyamatosan, hogy most már én is elkezdek nézni karácsonyi ajándékokat. Nem, mintha egyébként valaha valakinek adtam volna karácsonyi endékbe rendelt dolgot, legalábbis emlékeim szerint, de aztán lehet, hogy ez nem így van. ha Majd lehet valamelyik ismerősöm ráír, hogy pedig. Pedig de. Pedig az a 0,3 dolláros kis kesztyű az. Ja, Na jó, az ja, az igazán megalapozta az ünnepi hangulatot. <laughs> Igen. Én nagyon-nagyon megköszönném, hogy a drága hallgatóink írnátok nekünk hogy vannak-e még ilyenek. Én mániákus AliExpress és vis rendelő vagyok, úgyhogy én minden, ami ilyen hasonló kütyű, mint itt ezek, küldjétek, én, én akarom tesztelni ezeket. Szóval, hogy én erre nagyon rá vagyok pörögve. Ami, ami tetszik, azt az ilyen filéreket nagyon gyorsan el tudok költeni ilyesmire. Úgyhogy ha dobtok nekünk tippeket, Ezeken kívül még így kommentben, akkor, akkor nagyon hálásak leszünk. Én legalábbis biztos, Geri, meg aztán... Adjatok tippeket, hogy mit rendeljek rajtam. Meg. Ja, <laughs> hogy mit rendeljek meg, adjatok tippeket. Igen. és főként maradjatok velünk őrültek. Természetesen találkozhatok velünk még jövő hét szerdán is, meg hát jövő héten vasárnap egy, egy újabb őrültek részben. Reméljük, hogy ezért volt ebben valami hasznos, hogyha mondjuk így gondolkoztatok, hogy mit, hogyan, honnan rendeljetek mondjuk kétlem, hogy valaki pont ezen a három dolgon éppen gondolkodott volna, én, a, én nekem egyébként, hogyha káváztanom személyes kedvencem a fidget cube, ezt én mindenkinek ajánlom, aki így szeret babrálni, mert zseniális. Imádom. Babrájatok ti is fidget cube-ba. Igen. Na jó, Találkozunk szerdán. Egy kicsit szétestünk a mai napra. Ja. Legyetek jók, maradjatok velünk, őrültek, sziasztok. Peace. Tarts velünk legközelebb is! Ez volt az Őrültek! Magyarország legforróbb tech bulvárműsora. Szakmai partnerünk a Stekom, az, az STE Kommunikáció és Médiatudományi Tanszéke. Adásunk fő támogatója a PC Trade Systems. A jövő technológiái.